konferenciánk második kiállítója, Clico Hungary, Csinos Tamás, a cég country managere, fogalmazza meg azt, hogy milyen megoldásokkal segítik a cégeket a pandémia ideje alatt. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk a Kameleon konferencián. Ma egy olyan témával érkeztünk, ami a kiberhírszerzéssel kapcsolatos, hogy nem csak befelé próbálunk megnézni a saját vállalati rendszereinkbe biztonságéréseket keresve, hanem megpróbáljuk megkeresni azokat a dolgokat, amiket kívülről fenyegetnek bennünket. Ez lesz a mai témám. A konferenciánk ugye IT-biztonsági blokkal is bővelkedik. Mik azok a fenyegetések, amiket az elmúlt egy évben megtapasztalhattak biztonsági oldalról a szakemberek? Nagyon sok szolgáltatás megtalálásos támadás volt az elmúlt időben, idén is kifejezetten erősek, sokkal erősebbek, mint korábban, és hát az örök zöld zsaroló vírusok sem múltak el, de továbbra is óriási fenyegetést jelent ezeknek, kihívást jelent az ezek ellen való védekezés, és óriási fenyegetést jelentenek ezek a műveletek. A Clico számára az elmúlt egy év milyen tapasztalatokkal szolgált? Üzleti szempontból nem állunk túl rosszul, tehát a tavalyi évünk az kifejezetten jól sikerült. Én nagyon kis részben gondolom azt, hogy ez a pandémiás szituáció miatt volt. Egyébként is jó évre számítottunk, tehát amikor a tavalyi évet terveztük, nem éreztük IT-ban, nem nagyon lehetett érezni azért, hogy visszaesés lenne, úgyhogy hasítunk továbbra, és idén is hasonló teljesítményt, hasonló növekedést várunk, mint a tavalyi évben. Nagyon szépen köszönjük!